Kovacsics Miklós, aki az 1980-as moszkvai olimpián kézilabdázásban negyedik helyet és ezzel bronzérmet szerzett, aki 8,5 évig külföldön játszott és dolgozott sportágában, 2001. június 15-én beszélt élményeiről a Pécs TV stúdiójában. 63-ban kezdtem, Pécsben telepre jártam a általános iskolába, és innentől kezdve azt hiszem a nevet már fölösleges is mondani, a Pálfai Bandi bácsinál kezdtünk el sokat magammal kézilabdázni az iskolába, aztán folytattuk Újhegyen. Milyen példaképek voltak, mert hogy ugye azért a gyermekkorban talán ez fontos dolog, hogy kik játszottak akkor a csapatban. Hát nagyon nehéz kiemelni is bárkit, mert annyi jó játékos volt, Sudár Feritől az Árvaig, vagy a Lehocki Gyuriig. Nem akarok senkit kihagyni, mert mindenki nagyon nagyszerű kézilabdás volt, és nagyon nagyszerű sportember is volt, és az eredményeik is azt bizonyították, hogy ehhez kellett mind a kettő. Tehát hogy azt mondod, hogy a kedvenc sportágod inkább a labdarúgás volt? Tehát mint a többi gyerek, gondolom, te is futballoztál. Nem mondanám. Én sokáig úsztam, és akkor a Vandi bácsival elkezdtünk az általános iskolába testnevelés órákkal játszani, és egyszer csak ott ragadtam. Több nagyon tehetséges gyerek volt, aztán elmentünk Újhegyre, edzésekre, és onnantól kezdve már nem volt menekvés, mert megláttuk a nagyokat, a sztárokat, és onnan. Csak egy példát említek, a főiskolás válogatottban két mezem volt, tehát kapuba is játszottam, meg mezőnybe is, de ez tartatatlan állapot volt. Bandi bácsi még úgy, hogy hajlott volna rá, ez olyan kamaszkori próbálkozás volt, aztán a Dani lett az edzőnk is. Szabó Cinderi István, közismertebb nevén Dani, és ő visszazavart a kapuba, tehát nagyon-nagyon szerettem egyébként. Talán azért, mert a Sudár olyan példát mutatott, hogy nem csak én, szerintem mindenki szeretett volna irányító játékos lenni. Minden első osztályú csapatnak nagyon komoly ifi csapata is volt, és hát a Pécsi Bányásznak nagyon erős ifi csapata volt, úgyhogy tovább jutottunk mindig a döntőbe, és ott egészen szép eredményeket értünk el, és később ebből a csapatból a döntő többsége játszott a NB1-es meccseken is. Tehát inkább ezek a bajnokságok mentek akkor. Tehát ilyen országos bajnokság? Országos bajnokság, én emlékszem egyszer Újhegyen, ami a legnagyobb sikerünk volt, a honvédelem. Nyertünk itt, amikor ki volt kiáltva a világ legjobb csapatának. Később többen játszottak a válogatottban is közülük. Arra a mérkőzésre emlékszel, amikor először játszottál a nagy csapatban? Igen, az Újpest ellen játszottam, Pécs-Újhegyen, 17 éves voltam. Úgymond egy kényszerű beugrás volt, mert a Lehocki Gyuri megsérült, de végül is egész jól sikerült, mert nyertünk. És akkor hány néző volt? Mert én úgy tudom, hogy rengetegen volt. Nagyon sokan voltak, hát teljes kis stadion, mi úgy hívtuk, kis stadion tele volt Újhegyen. Egyébként egy csodálatos katlan volt, és nagyon jó volt a szurkolókkal együtt élvezni a mérkőzéseket. Sajnos ez megszűnt. A kezdeti pécsi sikerek után, miközben céltudatosan a nagy bemutatkozásra, a magyar válogatottra készült, lelki szemei előtt már a nagy cél, a kissé ellentmondásos, de teljes értékű 1980-as moszkvai olimpia lebegett. Minden nap ezért dolgoztam, és így is éltem. Tehát én 27 éves koromig mindent megtettem érte, ami csak elképzelhető, sőt utána is. Aztán óriási szerencsémre Pécsett volt egy mérkőzés az oroszok ellen, vagy a Szovjetunió ellen, március 13-án. Ez 80-ban volt? 80-ban, igen. És akkor meghívtak erre a meccsre, és volt szerencsém játszani, és elég jól ment. És akkor Faludi mester úgy gondolta, hogy ott is maradhatok. Ki mindenki játszott akkor a válogatottban? Milyen? Igen, magyarok közül. Ez hát a teljes. Kovács Péter, Gubányi, Kenyeres, Szilágyi, akik igazán a válogatott húzó emberei voltak, mindenki itt volt. Elég komoly csapat volt, az már egy majdnem kész olimpiai csapat volt. A mérkőzésre hol kerül sor? Itt Pécset játszottunk Pécset. A csarnokban, ezért mondom, hogy ez nekem óriási élmény volt. Nehéz is volt, mert hát hiába készültem hosszú évekig rá, azért mikor közeledett az idő, és oda kellett állni, akkor azért az érdekes volt. Voltak mások is akkor a válogatottban? Voltak, igen. Meghívva a keretbe voltak többen is. Volt például a Füzesi Feri is ott volt. Tehát többeket akkor
a Moro Gábor irányítása alatt meghívtak válogatottba, mint a jövő embereit, aztán később csak a Füzesi Feri váltotta be igazán a hozzáfűzött reményeket. És az olimpiával kapcsolatos szervezési és egyéb dolgok, mondom azt, hogy talán nemzetközi visszhang egyebek, szóval nem volt minden azért teljesen felhőtlen ebben az időben. Hát igen, ez megint egy olyan dolog, ami számomra mind a mai napig érthetetlen, és az is maradt, szerintem még élek, amikor bekeverik a politikát a sportba, ráadásul ilyen szinten, hogy embereket, akik évekig készülnek egy eseményre, mert egy olimpiára évekig készülnek, vagy akár egy egész pályafutás során, és akkor hoz egy-két ember egy politikai döntést, és esetleg nem utazhatnak el. És akkor a másikat meg visszavágnak, és ugye akkor kialakul egy olyan helyzet, ami mint Moszkvát is eredményezte, hogy nem volt ott a világ teljes élmezőnye. Hogyan tudtad meg, hogy utazol a moszkvai olimpiára? Emlékszel arra a pillanatra? Igen, a Móró Gábor az akkori edzőnk jött el szólni, hogy utazzak azonnal az edzőtáborba. Tatán volt, gondolom, az edzőtábor. Igen. És milyen hangulati tényezők játszottak akkor a szerepet a válogatottban? Tehát gondolok itt arra, hogy hogyan fogadtak a többiek. És egyáltalán szóval, hogy az, hogy valakinek a sérülése útján kerültébe, ez nem zavart egy kicsit? Hát igen, nagyon sajnáltam, hogy a Bakos kiesett, hisz akkor ő volt a legjobb formában, míg a Bartalosnál is sokkal jobb formában volt. És eleve egy sportolótársam, aki ugye a hosszú évet óta ismerjük egymást bajnokságból, egy egészen súlyos sérülés szenvedett. De gyakorlatilag innentől kezdve már nem zavart senkit, hisz egyetlen cél volt, nagyon közel volt már az időpont, az utazási időpont, és csak a felkészülésre koncentrált mindenki. Amikor kiérkeztetek, illetve amikor elindultatok, akkor mennyire zavartak azok a hangok, vagy azok a vélemények, amik az olimpiai körül voltak, ugye itt a bojkotról beszéltek, de azért két ország, ha jól tudom, elutazott a nyugati féltekéről is. Igen, kint már nem volt ez abszolút zavaró tényező, mert megmondom őszintén, én semmit nem érzékeltem, de a csapattársaim se ebből. Tehát ott már mindenki egy valamire koncentrált, hogy mikor kezdődik már el, hisz annyi ideig volt mindenki edzőtáborban, annyi ideig tartott már fölkészülés, hogy mindenki már várta, hogy mikor lehet kezdeni. Még lehetett hallani, emlékszem, egyszer beszélgettünk a müncheni eseményekről is, akik ott voltak azon a emlékezetes hírhedt jelenet soron, de egyébként senki nem foglalkozott már ebben. Hogyan fogadtak benneteket? Mi volt a jellemző? Ugye akkor az a hír járta a Moszkváról, hogy egy gigantikus nagy olimpiát akar rendezni, pontosan azért, hogy megmutassa a világnak, hogy mire képes a sportban. Meg is csinálták. Szóval akkor voltak ilyen hangok, hogy na, ezt is jól kikaptad, hogy Moszkva, nem Amerika, vagy bárhol más. De szerintem ebből sem lehetett semmit érzékelni, hisz bődületes, hogy hogyan megoldották ezt. Az olimpiai falutól kezdve a érkeztetésig, a szállításokig, az ellátásig szinte nem tudta senki, hogy hol van. Ezt nem lehetett érzékelni, most Moszkvában van, vagy éppen Los Angelesben. Tehát ugyanolyan színvonalú volt a... Igen, ugyanolyan magas színvonalú volt. Minden. Mik voltak az edzési lehetőségek? Tehát hogyan készültetek ott már, amikor ott voltatok? Hát minden nap volt edzés, majd meccs napján is volt délelőtt. Voltak sportlétesítmények, ahol lehetett edzeni, de a falun belül, tehát az olimpiai falun belül volt olyan, hogy az egyik folyosón edzettünk, de hát ezek csak ilyen átmozgató jellegű edzések voltak. Miklós, vissza tudsz emlékezni arra, hogy milyen mérkőzések voltak kulcsfontosságúak a számunkra, és akkor itt térjünk arra is rá, hogy hát tulajdonképpen te nem játszottál ezen az olimpián, csak csapattagból. Tehát ez hogyan érintett? Kívülről láttad a mérkőzéseket? Igen, ez elég nehezen tudtam feldolgozni, hiszen életemben... Gondoltad volna, amikor kikerültél, egyetlen másodpercen sem? Nem, hisz már a megnyitóra sem, tehát a csapatjelölésnél is én kerültem be már az első mérkőzésre, nem a megnyitóra a stadionba. Életemben legjobb formában voltam, se előtte, se utána nem voltam olyan formában, és ezt a játékosok is érezték. Ugyanakkor el kellett fogadni, hogy egy Bartalos Béla van a kapuba, aki már akkor 250-szeres válogatott volt, és nagyon együtt volt, a játékosokkal együtt élt. Ugyan meg volt több mérkőzésen is beszélve bizonyos taktikai csere, de ez nem következett be. Tehát olyankor sem, amikor kvázi azért vezettünk már sok góllal, és
lehetett volna, voltak ilyen meccsek? Olyan nem nagyon volt, de lehetett volna alkalom rá, hiszen nem rizikó volt ez. Nagyon jó formában voltunk valamennyien, tehát közel azonos szinten voltunk. Az edző így döntött mégis. Engem ez nem bántott annyira, szerettem volna nagyon, nem azért, hogy mondhassam, hogy játszottam, hanem úgy éreztem, hogy igen, vagyok olyan formában, hogy tudtam volna a csapatnak segíteni. Milyen volt a színvonal? Mert ugye azt mondtuk, hogy sok sportágban nem érkeztek ki azok, akik hát mondjuk megfelelő színvonalat biztosítottak volna, de a kézilabdában ott voltak a lényeges csapatok. Így van. Tehát hogy érzed a szereplésünket? Mennyire csalódás mondjuk a negyedik hely? Én szerintem egyáltalán nem volt csalódás. Az akkori erőviszonyokat tekintve egy kicsit több szerencsével mondom így, de nyugodtan döntőt is játszhattunk volna. Sajnos az NDK ellen, amikor játszottunk, ott nagyon-nagyon durva mérkőzés volt. Több embert harcképtelenné tették egészen szabályos, szándékosan. És ez nagyon befolyásolta a csapat szereplését később, de a Szilágyit egész egyszerűen kiütötték. Úgyhogy majdnem a szemevilága is ráment, de ugyanakkor ott volt az, hogy a románok ellen nyerni kellett volna. Meg is volt a lehetőség, hisz ugye a második félidőt már megnyertük. Az elsőben nem úgy indultunk. Nagyon erősek voltak egyébként, NDK nagyon erős volt ez a három csapat, ez a négy, mondom, a miénk is. Tehát gyakorlatilag az a sorrend alakult ki, ami az erőviszonyoknak megfelelő is volt. A sikeresnek mondható olimpiai szereplés után a nagy megmérettetés következhetett külföldön, a nagybetűs profi élet. Ezek mind előre meghirdetett nemzetközi tornák voltak, ahol részt vett a teljes élmezőny, és nagyon szép eredményeket értünk el, és mondom, az, hogy játszhattam, és a válogatottnak segíthettem, vagy hogy ott lehettem, ezek nagyon szép élmények voltak. Ugyanakkor a Pécsel is nagyon-nagyon szép, a klubcsapattal is nagyon szép eredményeket értünk el. Egy csapatsportágban a harmadik, negyedik helyen lenni, ugyanis kapott a negyedik is bronzérmet, de ez most technikai kivitelezés kérdése, vagy gesztus kérdése, de azért egy negyedik hely egy világversenyen csapatsportágban szerintem a nagyon szép eredmény volt. És az olimpia után mi következett? Hát utána részt vettünk sorozatban nemzetközi tornákon. Klubcsapattal is egészen szép eredményeket, hisz akkor nagyon jó játékos anyag volt Pécsett. Sajnos bajnokságot nem tudtunk nyerni egyszer sem, de nyerhettünk volna, volt olyan anyagi. Mondd Miklós, te hogyan kerültél külföldre? Én úgy kerültem ki, hogy volt több ajánlatom is Hollandiától Németországig, akkor nem akartam menni, és mikor akartam, akkor a Pécs vezetése nem úgy állt hozzá, hogy sikerüljön ez. És akkor elmentem egy évre a Szegedre. Sokat kértek, érted? Vagy? Más dolgok voltak. Én nem akartam ebbe belemenni. Mai napig se derült ki, nem mentem utána. De tény és való, hogy meghiúsult egészen végső szakaszban lévő tárgyalások is meghiúsultak. Akkor elmentem Szegedre a délébe egy évre, azért, hogy ők garantálták, hogyha külföldről szerződésem van, akkor engednek, és akkor Olaszországba kerestek, a Vassanyin keresztül, nagyon jó barátom volt. Milyen volt akkor az olasz kézilabdázás, és melyik csapatban játszottál? Én Bolzánóba kerültem, mint később kiderült, nem is olyan színvonalú, mint ahogy ezt emlegették, vagyis hogy lenézték az olasz kézilabdát. Volt 4-5 csapat, amelyik nagyon erős volt. Ez egy másodosztályi csapat volt, ahova kerültem, de feltett szándékuk volt, hogy feljutnak, fel is jutottunk első évben. Másodikba pedig bekerültünk a rájátszásba, és ott ötödikek lettünk. Nagyon közel a nagyon nagy eredményhez. Milyenek voltak ezek az olaszországi évek? Mert én ugye Kakas Jánossal is beszélgettem a külföldi, sőt Füzesi Feri, ugye, aki Spanyolországban játszott hosszú ideig. Tehát azért a magyar kézilabdának volt respektje, tehát a magyar kézilabdás az kelendő volt, nem? Így van, a magyar és a jugoszláv játékosokat helyezték előnybe a szerződéseknél. Mindent kihasználtak, amit csak tudtak, tehát nekem rögtön edzőnek is kellett lenni, volt 2-3 ifi csapatom. Később ez annyira fölfejlődött évek során, hogy 110-115 játékos. Ez benne volt a szerződésed? Benne, igen. Sokszor az első csapatnak is be kellett segíteni az edzésbe, tehát
gyakorlatilag egy külföldre menő játékostól mindent várna. Hogy irányítson, szervezzen, gólokat lőjön, meccseket nyerjen, ugyanakkor részt vegyen a sporták fejlesztésében is, tehát az ifjúsági csapatok, serdülő csapatok képzésében. Mindent elvárnak. Ez teljesen természetes. És mennyire élvezted ezt a munkát? Én nagyon szerettem. Hogy a gyerekekkel foglalkozom. Nagyon-nagyon szerettem. Elején voltak problémáim, mert egyrészt a nyelv nehézségei miatt, de ezt hamar, ez egy másfél év alatt korrigáltam, hamar megtanultam németül is, valamennyire olaszul is, hiszen ezen a területen ez Dél-Tirol németül beszélnek. De a legnagyobb gondom az volt, hogy este volt egy edzés. És egész nap gyakorlatilag nekem semmi tennivalom nem volt. Tehát naponta ez a 8 órakor elég későn edzett. 8-kor, fél 9-kor edzés, ugyanis mindenki amatőr volt, és mindenki a munka után jött edzésre. Ez az, ami engem teljesen meglepett és megfogott, hogy mennyire szeretnek játszani. Hétvégéig ugye a mérkőzésekre, és minden este munka után úgy jöttek edzésre, mintha nem tudom, milyen csapatban játszanának, vagy milyen pénzeket, vagy milyen egzisztenciát nem tudnának. Nagyon-nagyon szerettek játszani. És akkor kértem én, hogy szerezzenek egy félnapos munkát, vagy egy másik fajta elfoglaltságot, mert én ezt így nem bírom, hogy egész nap. Uh-huh. Egy darabig elment városnézésre, meg utazgatásra, de aztán meguntam. És tudtál valamit dolgozni is? Persze, akkor szereztek egy félnapos állást, és akkor ott dolgoztam. Úgy már könnyebb volt. Ha azt kérdezem tőled, hogy anyagilag megérte, akkor mi lehet erre a válasz? Én úgy mentem ki, hogy egy évre megyek. Na most nem anyagiak miatt, mert ez Olaszország volt, és nem Németország vagy Spanyolország. Hát nem elsősorban anyagiak miatt. Egy évre, hogy kíváncsi vagyok. Megnézzük. Aztán ott maradtam a másodikba is, mert följutottunk, minden szerződést ajánlottak. Akkor írtak a játékosok egy memorandumot, hogyha nem maradok harmadik évben, akkor nem játszanak tovább. És ezt csak ott találtam magam, hogy 3 éve kint vagyok, és kezdtem beleszokni ebbe az életbe. És ekkor te egyedül voltál teljes egészen? Nem, családdal voltam. Azért így könnyebb volt egy kicsit a beilleszkedés. Kicsit könnyebb volt, igen. Én nagyon szerettem kint lenni. Mind a mai napig kapok képeslapokat, karácsonyra, telefonokat, hogy menjek vissza, várnak szerződéssel. Én nagyon-nagyon szerettem. Nagyon sokat tanultam tőlük, bármilyen furcsa. Rengeteget tanultam az életvitelből, a stílusokból, és nagyon-nagyon szerettem kint lenni. Ugye itt jön az a kérdés mindig, amikor a játékos hazatér, hogy mennyire tudod hasznosítani azokat a dolgokat, akár a sportban, akár a magánéletben, amit kint tapasztalatot szerzett, vagy tanult, nem igazából jó kifejezések ezek. Tehát, hogy tudtál-e utána ezekből profitálni, mondjuk a sportban? Igen, ez egy jó kérdés. Elmentem egy évre Komlóra edzőnek, és egész más találtam, mint amikor mi játszottunk. Tehát közben eltelt egy jó csomó idő, hiszen 8,5 év után jöttem haza. Azzal találtam magam szembe, hogy itt KFT-k vannak. Itt a sport, maga a játék, az egy másodrangú dolog. Játékosoknak is komoly szerződéseik vannak. Úgy éreztem, hogy ez már nem az a sport, amit mi csináltunk, és itt nagyon nehéz elérni eredményeket. Akkor lehet elérni, ha megvan hozzá az a játékos anyag. Meg is volt itt Komlón, azt az ígéretet kaptam, hogy összetartják, és a bajnokság kezdetére a teljes kezdőcsapatot eladták. Most innentől kezdve nagyon nehéz volt bármit, hiszen egy egészen nagyszerű, sikeres szakasz után mentem én oda Komlóra. De mondom, a legdöntőbb az volt, hogy számomra óriási meglepetés volt, hogy nem az, ami a mi időnkben volt, nem az, amit Olaszországban láttam, hanem egy üzletet láttam. A sportot felhasználva egy üzletet. Adták, vették a játékosokat, mindenki valahol, a szponzorok valahol hasznot akartak ebből húzni, tehát... Szóval most amit mondasz, az tulajdonképpen nem baj a piacgazdaságban, igen. Ott, ahol igazi piacgazdaság működik, és értékek vannak. Az igen. Értékek megfelelő áron cserélnek gazdát. De én azt gondolom, hogy ez a mai napig is erről szól ez a dolog. Szóval, hogy neked azért a véleményed nem biztos, hogy sokat változott. Így van, egyetlen
gondot láttam én ebbe, és ez a véleményem mind a mai napig, hogy aki valamennyi pénzt adott, fogalma nem volt a játékról, fogalma nem volt a kézilabdáról, de mivel ő pénzt ad, ő megszab bizonyos dolgokat, méghozzá nem is akármilyen dolgokat. És innentől kezdve úgy érzem, hogy a sport és a kézilabda halálra van ítélve. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a mai napokban nincsen kapcsolatod a kézilabdázással? Nincs. Tehát azon kívül, hogy esetleg megnézed a mérkőzéseket? Megnézem a mérkőzéseket. Nagyon nagy tisztelettel nézem a pécsi kézilabdásokat. Füzesi Ferinek külön és a csapatának külön gratulálok. Beszélek is vele, tartjuk a kapcsolatot, hogy belement egy ilyen fiatal csapat menedzselésébe és edzésébe, és látom, hogy mindent elkövetnek. És újra látom azt a szeretetet, azt az örömet győzelem után, tehát szeretnek kézilabdázni. Szóval te céltudatos embernek tartod magad? Igen. Akkor miben láttad ennek az okát, függetlenül attól, hogy a körülmények nem biztos, hogy olyanok voltak, hogy az edzői pálya nem úgy sikerült, ahogy elképzelted? Tehát nem adtad fel túlságosan hamar? Nem biztos az, hogy egy jó játékosból jó edző is lesz. Biztos, hogy bennem is volt, azóta nem is próbálkoztam vele, és nem is fogok próbálkozni, ha csak nem fiataloknál vagy gyerekeknél. Mert ott le lehet mérni igazán, hogy mennyit tud az ember tanítani és átadni. Ilyen terved van esetleg mostanában? Bármikor beszállok ilyen munkában, nagyon szívesen csinálnám. Ugyanakkor megint vissza kell kanyarodjak az előző gondolatokra, hogy a szponzorokat úgy látom, hogy csak a felnőtt sportok, csak az eredménycentrikusság érdekli, ahonnan úgymond teljesen természetesen valamennyi visszajön, de nincs meg a bázisa egyetlen sportnak sem. Szóval az utánpótlással ugye az a kedvenc témája mindenkinek, aki pénzt fektet be annak is, meg aki pénzt akar kivenni annak is, de nem érzed-e azt, hogy a jelenlegi körülmények között az utánpótlás nevelés sem akkora üzlet, most idézőjelben mondom, hiszen egy csomó olyan csapat van, amelyben nem is játszanak már magyarok lassan. Így vagyis, van. Hogy nincs lehetősége a gyereknek megmutatni, hogy mit tud. Így van, és pontosan emiatt hiányzik az, hogy ő harcoljon ezért a városért, ezért a csapatért. Hiszen meg lehet nézni, melyik csapatban játszanak a hazaiak, vagy ott felnőtt játékosok, akik gyerekkoruk óta abba a klubba játszanak, mert én úgy látom, hogy kézilabdában például ugyanazt a 10-15 játékost adják, veszik körbe-körbe a klubok, kinek mennyi pénze van. Ugye most kibukott megint a férfi kézilabda válogatottnál, hogy milyen gondok vannak, megint nem sikerült egy világversenyre eljutni, és ezt mind oda vezetem vissza. Ugyanis a Vaskáról egyértelműen megmondta, hogy most bizonyos szabályozások lesznek, hogy hány külföldit lehet egy csapatba játszatni, mert eddig ugye szabad volt a vásár. Sokáig kapus gondok voltak, ami Magyarországon egyszerűen elképzelhetetlen volt annak idején. Most meg már mezőnyjátékos gondok is vannak. Én úgy érzem, mindenképp széles bázisát kell fölépíteni az utánpótlás nevelésnek. Ez most ugye ilyen sablonosnak hangzik. Én teljesen egyszerűen azt mondom, hogy meg kell szeretetni a gyerekekkel a sportot. Megint az én véleményem. Mindig hallok számokat, óriási pénzösszegeket, panaszáradatot, hogy a gyerekek kábítószereznek, most már a 10 éves korosztály, nem tudom hány százaléka, hogy ez mennyi pénzbe kerül a társadalomnak. És gyakorlatilag ezek az emberek egy idő után használhatatlanok, mert hát ebből úgy igazán kigyógyulni nagyon kevés embernek van esélye. Ehelyett ez a pénz, amit erre fordítana, fölépítenék sportcentrumokat, ilyen foglalkoztató, vagy ahol a gyerekeknek elfoglaltságot lehet adni, ahol szeretnének odajárni, meg tudnánk jutalmazni őket, és szeretne odajárni. Volna egy elfoglaltsága, ami értelmes elfoglaltság. Nem az utcán, most tisztelet a kivételnek, nem általánosságban beszélek, nem az utcára kerülni, és ott minden mással foglalkozni, mint ami erkölcsös vagy normális, hanem igenis terelni és irányítani, erre kellene pénzt fordítani. És innen teljesen automatikusan kinőni magát megint egy generáció, onnan ki lehetne a legjobbakat emelni, nem csak kézilabdában, bármelyik más sportágban. Mert én úgy látom, minden sportágban ez a legnagyobb gond. Miklós, mivel foglalkozol mostanság? Én az Unió biztosítónál vagyok üzleti igazgató, nagyon szeretek emberekkel dolgozni, és most itt dolgozom.
Itt a beszélgetés vége felé mindig meg szoktam kérdezni azt, hogy ha visszagondolsz, és hogy bizonyára van az embernek olyan pillanata, amikor azért összegzi vagy számot vet az életével, hogy most a sportpályafutásodra visszatekintve elégedett vagy-e? Tehát maradéktalanul megvan. Ha még egyszer kezdhetném? Hát igen, talán egy ilyesmi vagy. Hát amit már megcsináltuk, mert sokat újra kezdeni nem lehet. Gondolkodtam igen ezen sokat. És úgy érzem, én egyébként is egy későn érő típus vagyok, hogy nem tudtam igazán a lavinával menni, tehát nem tudtam igazán értékelni és fölfogni akkor, ami történt velem. Én még többet áldoznék rá, úgymond áldoznék, még több hangsúlyt fektetnék, hogy úgy érzem, még többet ki lehetett volna hozni. A szurkoló nagyon megérzi, hogy nem baj az, hogyha kikap a csapat, úgymond nagyon szoros mérkőzésen. A szurkoló nem azt várja, hogy mindig nyerjenek, hanem azt igenis lássa, hogy kiteszi a lelkét, hogy belülről jön az, hogy nyerni akar. Nálunk több ezer ember volt mérkőzéseken, és hogy őszinte legyek, sokszor féltük az Istent, hogy a szurkolóknak meg kell felelni. És ez az, amit most sokszor nem látok a sportban, hogy gépiesen végrehajtják a feladatokat, úgymond, ami a szerződésében megvan, és tisztelet a kivételnek. De én úgy érzem, hogy az általánosság lesz. Sharing each other with their own pride.